A koronavírus fertőzöttek számának növekedése miatt Ausztria hétfőtől tovább szigorítja a határátlépést. A Horvátországból érkezőknek is kötelező a negatív koronavírus teszt bemutatása. Eddig csak az olyan kockázatosnak számító országokból érkezőknek volt ez kötelező, mint Koszovó, Szerbia vagy Bosznia-Hercegovina. Sebastian Kurz kancellár televíziós beszédében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban nagyon sok Horvátországból hazatérő koronavírus tesztje lett pozitív. Az utazók között sok a fiatal, akik egyáltalán nem mutatnak tüneteket, vagy csak nagyon enyhe tüneteik vannak. Ezért azt feltételezik, hogy sokkal több a fertőzött, mint akiket beazonosítottak. A korlátozás bejelentése után sokan indultak vissza Ausztriába a hétvégén, vagy Ausztrián keresztül Németországba. Ezért hatalmas forgalom és közlekedési dugók alakultak ki az osztrák-szlovén határnál, illetve az autópályán. Ez az osztrák fiatal azt mesélte, hogy amint meghallották a hírekben az utazási figyelmeztetést, felhívták a külügyminisztériumot, ahol mondták, hogy ha vasárnap éjfélig nem érnek haza, karanténba kell vonulniuk. A szigorítással egyidejűleg az osztrák kormány létrehozott egy forró vonalat, ahol ingyenes koronavírus tesztelésre jelentkezhetnek a hazatérők. A vonal egy hétig él.